Sziasztok! Ebben a videóban azt szeretném bemutatni, hogyan tudtok timeline-on könnyen oldalsávot készíteni a videótokhoz. Behúztam egy fotót, és ehhez fogjuk megszerkeszteni az oldalsávot. Húzok rá egy titül plusz feliratot. Itt találjuk a effektekbe, effekteken belül a titülbe, és a titül pluszt kell ráhúznunk. Ez megvan. Átmegyünk az inspektorba. Az inspektoron belül beírjuk a szöveget, amit szeretnék. Beírjuk, hogy nyári. Egy ilyen lejjebb. Nyári naplemente. Stére. Láthatjuk, hogy úgy írta be, hogy elrendezte a feliratot, de nekünk így nem jó, hanem egymás mellé kéne, hogy tegyük. Egymást követően tudjuk, úgy tudjuk megtenni, lejjebb görgetünk, rákattintunk itt a H rendezésekre, hogy szépen sorba elrendezi nekünk a feliratot, majd ezt kivisszük a szélére. Egyébként röviden ennyi. Majd beállítjuk a videó kezdete után, mikor jelenjen meg a felirat. Én egy másodpercre állítom. Pedig meg vagyunk, és akkor kell nekünk utána ugyanúgy az effektekbe a generátorra kattintani, és kell olyan solid color. Behúztuk a solid color-t, beállítjuk neki a szint, milyen háttere legyen, miért adjuk neki. Maradjunk ennél a kéknél. Ezzel meg vagyunk. Beállítottuk a szint. Aztán beállítjuk, hogy mennyit takarja ki a képünket. Úgy tudjuk megtenni. Generátor. Átkattintunk az lighting oldalra. Ott lejjebb görgetünk. Itt van a cropping. Azt lenyitjuk. Azon belül tudjuk szerkeszteni. A kék hátterünket. Így jó körülbelül. Én ezt így hagyom. Most így néz ki. Ugye hirtelen beugrik nekünk minden. Erre úgy tudunk variálni. Visszamegyünk az effektekbe. Az effekteken belül a videó tranzíció, vagyis átmenetekre kiválasztjuk, amelyiket szeretnénk. Így most ezt fogunk kiválasztani. Melyik így oldalról beugrik. Ráhúzzuk a feliratra is, a solid color-ra is. Így most nekem a solid color-on nem ugyanúgy tette rá, mint a feliratsávunkra, nem teljesen betette. Attól nem kell megijedni, rákattintunk az effektekre, az átmenetünkre, és be tudjuk átmenni. Itt van. Kitehetjük legszélre is, majd középre is, és ugyanúgy legbelülre. Tehát most ezt kell, hogy félig legyen a sávunkon. Akkor már így néz ki nekünk. Egyszerre beugrik. Még ezen kicsit én még szeretnék variálni.
hogy a képen is egy kicsit oldalra ugorjon, hogy jobban látható legyen. Azt úgy tudom beállítani. Rákattintok a videósávomra, majd odaállítom timeline-omat, ahonnan elkezd beúszni az oldalsáv. Ugye láthatjuk, innen kezd el beúszni, visszamegyek az inspektorba. Transformnál, a pozíciónál leteszek egy keyframe-et, majd addig viszem, addig viszem a timeline-unkat, ameddig teljesen be nem ugrott a oldalsávon. Akkor itt arrébb visszük a videó képünket is, amennyivel szeretnénk. Jó néz ki, mint hogyha eltolná a képünket az oldalsáv. Hagyok 2 másodpercet. Legyen 3. És akkor itt lezárom a videó végét. Arra is teszek valamit, hogy ne csak úgy egyszerűen eltűnjön, hanem például ráteszem a végére ezt a átmenetet. Ugye ezt szinte ugyanúgy kell csinálni, mint itt az állján, ahogy csináltuk. Pedig amit készítettünk, az így néz ki. Csak ugye most ott marad a videónk. Azt is ugyanúgy visszaszerkeztük, mint ahogy ide átszerkeztettük. Megnézzük, hogy hol kezd eltűnni az oldalsávunk. Innentől kezd eltűnni. Ugyanúgy. Keyframe-et a végére visszük. És itt visszaállítjuk a videónkat. Vagyis a képünket. Bocsánat. Készen is kéne, hogy legyen. Amit csináltunk. Bezárom, ne zavarjon. Magamat is bezárom, ne zavarjon. És akkor ezzel nagyjából készen is vagyunk. Még ha szeretnénk finomítani az átmeneteken, hogy ne legyen darabos, úgy tudjuk megtenni, lenyitjuk itt a jobb alsó sarokba a sávot, és akkor itt rákattintunk a pontokra, és itt átszerkeszti a folyamatosságot. Nem hirtelen fog a képünk arrébb menni, illetve visszaugrani, mert az átmenet, hanem szépen folyamatos lesz. Rá is tennétek, hogy szerintem jobban látható lesz. Ezen még tudunk nagyon sok mindent variálni,
meg tudjuk oldani, a szöveg egymás után ugorjon be ne egyszerre, akkor átmenetet is, akár teljesen is rá tudjuk tenni. A elejére, akkor te, akkor másképp, akkor így néz ki, csak ugye akkor utána képet is úgy kell szerkeszteni, hogy akár az elejére is, teljesen az elejére is tudjuk tenni. Hogy akár teljesen rá tudjuk húzni. Röviden ennyit szerettem volna ebben a videóban bemutatni. Remélem tetszett. Ha igen, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!